A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Pécsen tárgyalt kedden. Navracsics Tibor a kormányhivatalban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a januárban megkezdett országjárásán ma baranyai döntéshozókkal találkozott. A kormány egy nagytérségi komplex gazdaságfejlesztési programot dolgoz ki a Dél-Dunántúlra. Ezt segíti az M6-os megépítése a határig, illetve a Mohácsi Dunahíd építése is. Amelyhez ottani kikötő megépítésével és korszerűsítésével egy logisztikai központot hoz létre, itt a Duna déli részén nyitva Szerbia és Horvátország felé, és abban bízva, hogy ezzel a térséget a Balkán kapujává, gazdasági fontos csomópontjává is teheti. Illetve a jövőre vonatkozóan ugyanígy terveink vannak arra, hogy a Pécs-Pogányi repülőtér is lehetőség szerint az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet tölthessen be a térség gazdaságában. Illetve szintén előkészítés alatt vagyunk abban a tekintetben, hogy az úgynevezett Pannonia ipari park itt Pécs szomszédságában minél hamarabb létrejöhessen. Ebből is látszik, hogy most a Dél-Dunántúl fejlesztésének, gazdasági felzárkóztatásának ideje jött el, köztük Baranyai, mondja a miniszter. A kormány egyértelműen arra összpontosít, hogy a déli országrészek felzárkóztatása mellett Baranyai is kapja meg azt a kezdő lökést, amely lehetővé teszi, hogy az északkeleti országrész már sikeresen felzárkózó régióihoz és városaihoz hasonlóan itt Baranyában és egyébként Somogyban és Tolnában is meginduljon az a felzárkózási folyamat, az a gazdasági növekedés, amely középtávon már meghozza az itt élők számára is az egyre emelkedő jólétet. Ennek lehetőségét erősíti a szomszédos Horvátország is. Ebben segítséget jelent Horvátország schengeni csatlakozása is. Abban bízunk, hogy azáltal, hogy szabadon átjárhatók lesznek a már meglévő határátkelő helyek is, és nevessük el annak a reményét, hogy esetleg a jövőben újabb határátkelő helyek jönnek létre, vagy csatlakozási pontok, hiszen itt most már talán ez a helyesebb kifejezés, az a több évtizedes álma is megvalósul Pécsnek, hogy ki tudja teljesíteni a gazdasági kisugárzását a tőle délre eső területekre is, és eszékkel együttműködésben itt a baranyai, szlavóniai térség ismét egy gazdasági térséggé nőhet össze. A miniszter azt mondja, abban bízik, hogy a következő években a komplex gazdaságfejlesztési program segítségével a Dél-Dunántúl, benne Baranya is lépésről lépésre visszaszerzi korábbi térségi szerepét, gazdasági súlyát.